Jó napot, jó estét a heti jégbüfé nézőinek. Lengyel László a vendégem. Nem fognak meglepődni, hogyha az elmúlt két hét politikai történéseiről beszélgetek vele. Nagyon ritkán szoktam elemzőket ide kérni, mert általában más a szereposztás itt, de most túl sok érdekes történt a közpolitikában, ahhoz, hogy kihagyjam az alkalmat. Tegeződünk, mert 30 éve ismerjük egymást legalább. Azt szeretném mindenek előtt megtudni, hogy ha csinálsz egy értéksorrendet, hogy ugye lemondott a köztársasági elnök, lemondott hozzá képest pár órával később, egy-két órával később az európai lista vezető jelöltje a Fidesznek, aki volt igazságügyminiszter. Aztán nem mondott mondjuk Balogh Zoltán a zsinati elnöki tisztségéről, de nem mondott le most még, amikor ez a beszélgetés zajlik, a püspöki címéről. Azon kívül volt egy tüntetés, amit összefoglalóan úgy hívnak, hogy az influencerek tüntetése. Ebből a sorrendből, és lesz egy alig, ha nem a parlament nem sokára bekövetkező tavaszi ülésszakának első munkanapján valószínűleg egy szavazás a svéd NATO-tagság ratifikálására. Tehát, hogy ebből a sok mindenből, ami itt az elmúlt napokban történt, vagy történni fog, csinálsz egy erős sorrendet. Minek van a legnagyobb jelentősége szerinted, és miért? Hát a legnagyobb jelentősége, ami ezt az egészet okozta, tehát az, hogy kipattant egy botrány, amelyben ezt nevezhetjük sokféleképpen, hogy a pedofil simogatótól kezdve odáig, hogy lényegében egy rendszerhiba történt azzal, hogy kegyelmet adott a köztársasági elnök az igazságügyi miniszter közreműködésével egy olyan embernek, akinek nem szabadott volna kegyelmet adni. Ez nyilvánvaló, hogy az a láncreakció, amit most itt elmondtál az előbb, az ennek a következménye, hogy nem jöttek rá először, hogy ebből egy ilyen láncreakció következik. Ez önmagában is minősíti a rendszert. Tehát úgy követtek el hibát, hogy nem gondolták végig a következményeket. Én még egyet beletennék ebbe a láncsorba, nevezetesen, hogy Orbán Viktor évértékelő beszéde, beszédében ugyan minden fontos kérdést kikerült, de ez éppen azt mutatja, hogy képtelen szembenézni azzal, hogy egy ilyen válságot hogy kell megoldani. Én nem értek egyet azokkal az elemzőkkel, akik zseniális válság megoldónak tekintik Orbán Viktort azzal, hogy kidobta a két nőt a léghajóból, mert hogy ez egyáltalán nem szüntette meg a válságot, sőt ellenkezőleg az az érzésem, hogy inkább növelte. Na most, ha a sorrendet mégis fel kellene állítani, akkor azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy a társadalmi reakció erre egy százezres, vagy annál nagyobb, vagy talán ennél kisebb, de mindenképpen egy korábbiakhoz képest hatalmas tömegtüntetés, amelynek nagyon erősen a bázisát a fiatalok képezték. Tehát megjelent egy olyan új társadalmi csoport a színen, amelyik, ha lehet mondani, követeli a helyét, nem nyugszik bele abba, hogy ebben a rendszerbe kell fiatalnak lenni és betöltenie a jövőjét. Ez nagyon fontos. Ennél kevés fontosabb van, én azt gondolom, hogy egyébként a lemondások még következni fognak, tehát itt ez csak a kezdet. Kinek a lemondására tippelsz, hogy milyen hát típusú? Én abban gondolkozom, hogy itt egy, akkor ezt is hozzáteszem ehhez a láncsorhoz, hogy itt kiderült, hogy az egész mögött egy elég erőteljes élethalálharc folyik. Az egyik oldalon Rogán Antal és köre, és ez az egész propagandagépezet áll, akiket megvádolt elég nyíltan. Magyar Pétert behúztad a képbe, az igazságügyminiszter volt férje. Igen, és aki hát mondjuk nem hatástalanul tette ezt, mert mondjuk a Partizánnak a videóját 2 millióan látták, és azok nem csak ellenzéki választók, tehát nyilvánvaló, hogy áthatolt a másik oldalra is azokkal a vádakkal, amelyben lényegében nyíltan megbélyegezte, tolvajlással vádolva és részleteket is kihozva Rogán Antalt és a körét.
És a másik oldalról, hát nyilvánvaló, hogy Rogán Antal se kell félteni, ő meg éppen most ezt a kört, amihez én úgy gondolom most összefoglalva, hogy ez Gulyás Gergelynek a köre, tehát a másik oldalon azok, akiket kirúgtak, akik most elvesztették a funkciójukat, azok valamiként Gulyás Gergelyre néztek föl. Na most két erős ellenfél, akik hát mindketten miniszterek, mindketten komoly... Nagyon alapemberei Orbán Viktornak. Na most ennek következtében... Lesz ennek következtében, számíthatunk bármire is szerinted? Hát mondjuk nehéz lesz a szőnyeg alá söpörni ezt a összecsapást, mert hát többek között például az egyik vicces jelenség, hogy az összes Fidesz vezető, akiket Magyar Péter megnevez, mint a barátait, azok kétségbe esetten próbálják megmagyarázni, hogy ők nem is látták Magyar Pétert. Ami hát nem, maradjunk abban, hogy vicces, hát nyilván most minden fényképről igyekeznek kiszedni. Ez egy ismert megoldás, a bolsevik pártban is így volt, de ez azért nem fog menni. Tehát részben ezen az oldalon megjelenik az, hogy miért nem védtetek meg minket? Ez ugye egy nagyon komoly kérdés. Ez egy olyan rendszer, ahol ha valaki keresztapja, politikai keresztapja egy nagy hálónak, akkor az egyik kötelezettsége bizonyosan az, azon kívül, hogy jövedelmet osztogat körbe, azon kívül, hogy állásokat osztogat körbe, azon kívül, hogy lényegében információforrás, mert ő a legmagasabb szintről tudja, hogy mondjuk adott esetben miről döntöttek. Kötelessége megvédeni az embereit. Na most ez láthatólag nem sikerült. Tehát itt nem sikerült, szeretném mondani, hogy bizonyos értelemben ez legalább annyira érinti magát a rendszer urát. Mert neki se sikerült. Jó, de most, hogyha egy pillanatra elvonatkoztatsz attól, hogy megjelent a színen Magyar Péter, és mondta, amit mondott hosszan a 2 milliós nézettségű Partizánba, és ezzel kiváltotta Kubatov Gábornak, aki a Ferencváros elnöke, és egyébként nagyon nagy tekintélyű, vagy nagyon fontos szereplő szintén a Fideszen belül, azt a minősítést, hogy focista feleség, hiszen hát ő a férj volt, aki így mint egy mellékesen megélte mindazt a jót, amit a feleségek megélhetnek akkor, hogyha egy tekintélyes, jól kereső férjük van, ez az értelmezése, de nem komolyan veendő. Tehát, hogy ezzel pozícionálta Magyar Pétert. Szerinted be lehet dugni ezt az üveget, amiből elkezdett kijönni a gin, Magyar Péter által mondottakat értelmezem így, vagy pedig, tehát, hogy ezen túl lehet lépni egy mozdulattal, és túl fognak tudni lépni rajta, vagy ez még tovább erodálja a Fideszt, hogyha hát lehet így. Azt kell mondanom, hogy az egyik problémája, hogy ez a gyír már korábban kijött, hiszen itt büntető ügyként ott van a háttérben a Wörner ügy, amelyben... Amely nem rengette meg azért a magyar társadalmat. Nem rengetett meg, azt nem tudom, hogy most ez megrengeti-e abban az értelemben, nyilván nem, hogy megdől a rendszer. De ugye ott eljutottak odáig, hogy egyrészt Varga Judit államtitkárát végül is vád alá helyezték. Ez azért egy újdonság, legalábbis egy ilyen rendszerben. Ő bizalmi ember volt a Fideszben, és Rogán Antal bizalmi embere. Tehát ahhoz a csapathoz tartozott, amelyet Rogán Antal vezet. Ez odáig ment, hogy lényegében a lehallgatásokból kiderült, hogy ott van Tóni, Barbara, Ádám. Tehát a Rogán kör személyesen benne van az ügyben. Megállt, tehát mindenki úgy tesz, mintha nem is hallotta volna ezt, nem tudjuk, miről beszéltek, az ügyészek hirtelen lesütik a szemüket, mi hát nem tudjuk, hát ki is lehet ez a három ember, de ettől még ez létezik. És Magyar Péter többek között ennek alapján is kérdezi, hogy lehet, hogy ez megállt, és föl fog újra merülni. Másik oldalról természetesen még mindig nem tudjuk, hogy miért kapott, és kinek a kezdeményezésére kegyelmet. Ez az ember. És itt fölmerül, hát nem csak bennem szerintem, hanem nincs olyan komolyan vehető elemző, aki ne gondolná, hogy
A két nő kizárólag Orbán Viktor parancsára tehette, amit tehetett. Aki aztán a parancsra, amit meg elmondott és végrehajtottak, erre a parancsra most azt mondja, egyrészt nem láttam őket soha, én nekem semmi közöm az egészhez, ki vagytok rúgva, mondjatok le, mondta nekik, azok ünnepélyesen lemondtak, de hát előbb vagy utóbb azért föl fog merülni, hogy miért vették listára ezt az embert, miért kellett ennek akkor és ott, milyen apparátusokon keresztül ment végig ez, hát lehetetlen, elképzelhetetlen, hogy az igazságügyi minisztérium apparátusa előterjeszen egy ilyen kényes ügyet parancs nélkül. Aztán elképzelhetetlen, hogy a elnöki hivatal elfogadjon egy ilyen kérvényt, ha nem kaptak parancsot, hogy el kell fogadniuk. Ilyen nincsen. Hát érdekes, mindenki hogy tudja. Ezt, igen, érdekes, hogy ezt mondod. Én úgy gondoltam, hogy a balog vonal az, amelyik magyarázatot ad ezekre a kérdésekre. Tehát valamiért én nem gondolom Orbán Viktor te mögött. Én azt képzelem, de hát ezek ilyen abszolút alátámasztatlan fejtegetések, amiben most belemegyek, hogy biztos vagyok benne, hogy ameddig a terroristák budaházi ügy kegyelme az megbeszélendő a miniszterelnökkel, az olyan szintű. Ez a kegyelmi kérvény, hiszen ez az ember csak egy pedofilt támogatott, és nem maga volt pedofil, hogy ezt azt képzelem, hogy ez Balogh Zoltán útján lett, hogy mondjam, ez a kegyelmi ügy kidolgozva. Ez az én elképzelésem Orbán Viktor nélkül. Tehát, hogy ez kicsi falat volt. Utólag már könnyű tudni, hogy ez egy óriási falat, de akkor, amikor ez a dolog áprilisban, majdnem egy évvel ezelőtt lezajlott, akkor simán el tudom képzelni, hogy Balogh Zoltán kérte a vele rendkívül jó viszonyban lévő államelnököt, hogy most már eleget bűnhődött ez a szerencsétlen ember, nézze meg, lehet, hogy mások is volt rá, nem tudom, tehát, hogy, és ezt egyeztethette az én elképzelésem szerint az ügymenet, hiszen az, hogy felterjeszti az igazságügyminiszter, és úgy kerül a köztársasági elnöki hivatalhoz mérlegelésre. Szerintem ehhez Balogh Zoltán tök elég volt. Lehetséges, hogy ő a javaslók közé tartozott. Ha ez egyetlen emberről szóló kegyelem lett volna, akkor ez elmegy. Tehát mindez igaz. De ez a pápa látogatásra időzített 30 ember listája volt, amelyet összeraktak, mint listát. Ez egy sajátos közkegyelem. Itt ezt a listát valakinek le kellett egyeztetnie a legmagasabb szinten. Nem lehetséges, hogy erre a listára olyan valaki fölkerüljön, akiről a kormányfő apparátusa, lehet, hogy ő személyesen nem, de a miniszterelnök apparátusa nem látta és nem gondolta, hogy ez a listán lehet ez a kérvény. Különben lehetséges minden, amit az előbb mondtál. Tehát az, hogy a listára kerülésben benne volt Balogh Zoltán. De hogy az, hogy ezt a listát úgy, ahogy van, jóvá hagyták, hogy ezek az emberek alkalmasak a kegyelemre, amikor a pápa jön, ezt látnia kellett, hozzá kell tenni, hogy nyilvánvaló, hogy Budaházy se egyedül kerül a politikai vezetés elé. Üzenni akartak, és ezért érdekes az, amit Bárándi barátom mond, hogy lássuk, hogy a többi emberek a listán vajon kicsodák, és azok miért kaptak kegyelmet? Mert Budaházyval is kinek akartak üzenni? Értem, a szélső jobboldali választónak. Itt értem ennek az embernek a kiszabadítása is, felszabadítása is, lényegében a református híveinknek, ezt is értem. Hozzá kell tenni, mind a kettőt súlyosan elítélem. Persze. Na most milyen alapon kerültek? És a takarítónőnek, aki fényképezett a bíróságon. Nem tudom. Tehát ez kémkedett az ügyiratokban. Bocsánat, hogy ilyenekkel hozakodom elő, amikor Kádár Ertás eldöntötte, hogy négyünket kizárnak a kárból, és tudjuk, hogy ő, és ő volt az, aki eldöntötte, akkor tudta, hogy rajtunk keresztül melyik társadalmi csoportnak akar üzenni.
Tehát világos volt, hogy akkor van az üzenet az újságíróknak, van az üzenet a közgazdászoknak, van az üzenet népiség, meg volt a szabály. Na most itt szeretném tudni, hogy Orbán azoknak Viktor... Azoknak mondom, akik nem tudják, hogy Lengyel Lászlót még kizárt a párt 88-ban. Tehát a rendszerváltás előtt pár másodperccel még sikerült kizárni a pártból. Jó, de az igazán az érdekes az, és most ezért mondom, a hatalmi gyakorlatra akarok utalni. Ez a hatalmi gyakorlat üzenni akar társadalmi választói csoportoknak. Érte? Az a kérdés, hogy ezek a választói csoportok üzenetét, ezt Novák Katalin vagy Varga Judit fogalmazza-e meg, el tudjuk-e róluk képzelni, hogy ők azok, akik politikai üzenetet akartak küldeni a pápa látogatás idején, ők voltak-e azok, és egyszerű hiba ez az egész, vagy pedig tudatosan benne van, hogy üzenünk, mondta maga a vezér, mert eléjük került a lista. Újra mondom, hogy ebből a szempontból, akárhogy is nézzük, az apparátusokat is meg kell gondolni. Itt emberek ott dolgoznak az igazságügyi minisztériumban, akikre rendszeresen beérkezik a kegyelmi kérvény. Ezek átvizsgálják, és sose adnának egy ilyen kegyelmi kérvényt Varga Judit vagy bármelyik igazságügyi miniszter elé. Hát ha valaki egy kicsit is normális, most bocsánatot, ilyet mondok, el tudjuk képzelni azt a minisztériumi tisztviselőt, aki nem ordítva fut ki egy a szobából, hogy ezt ők terjesztette elő. Hát mindenki, most tényleg vegyük úgy, hát ezek családapák, családanyák, ezek tudják, tetejében maga a kormány az, ami teljes gőzzel folytat kampányt a pedofilok ellen. Hát el tudjuk képzelni azt a minisztériumi tisztviselőt, vagy az állam elnöki hivatalban, el tudjuk képzelni. Hát nem a tanácsadókat kellett volna bántani, akiket összesen hívnak soha, mert azokról mindenki gyanakvásra kérdezte, hogy Szörényi Levente, vagy milyen tanácsot adott. Hát semmiért, mert nem is látta ezt. De hát ott mindenütt tisztviselők ülnek, ez a rendszer. Tehát, ami... De az a tanácsadó, aki lemondott, Balogh Zoltán, az speciál nem azt mondta, hogy nem látta, hanem hogy ő hibázott. Tehát ő bevállalta ezt az egészet, továbbá logikailag nekem nem stimmel az, hogyha akkor, hogyha tudtak erről, ha mondjuk legmagasabb szinten Orbán Viktor tudott erről a dologról, ő aztán igazán tudja, hogy ez az ő kormány politikájával mennyire menetel szembe. Hát nem hiszem, tehát sok mindent lehet Orbán Viktorral kapcsolatban gondolni, de azt, hogy ehhez nincs elég, nem elég gyors gondolkozású, azt nem lehet sok. Azt nem én sem gondolom, hogy nem elég gyors gondolkodású, de valójában azt a védekezést gondolták ki, amit mondanak is. Ez az ember nem pedofil, ez tiszteletre méltó református közösségi ember. Aki kényszerítette az áldozatokat, és valljuk be, hamisan tanulsz. Igen, de valljuk be, hogy erre vannak fölépítve, ez a rendszer napokig még utána Orbán Viktor meg nem nyikkant, addig, amíg föl nem mérték, hogy ebből baj van, addig eszébe nem jutott, hogy tegyen valamit. Tehát azt gondolom, hogy eszébe akkor juttatták, amikor egyszer csak megérkeztek a felmérések, hogy a magyar társadalom ezen föl van háborodva. Addig ő nem volt fölháborodva. Ez megint csak azt mutatja, ha ő egyből abban a pillanatban cselekszik, amikor kiderül ez. De nem, nyugodtan, Novák Katalin utazzon el külföldre, semmi gond, Varga Judit vígan megvolt, a nagykövetekkel nevetgélt, semmiféle gondot nem jelentett, mindenki úgy vélte, ez rendben van. Ez a kérdés, miért gondolták, hogy ez rendben van? Tehát, ha a nép nem dühös, akkor nekik ez rendben van? Tehát ez az, ami, mert még utána, amikor kiderült, akkor sem mondták azonnal, hogy hát nem akkor mondtak le. Tehát ebben az az érdekes, hogy ha valakinek a fejére olvasnak egy ilyet, akkor első reakciója vagy azt mondja, hogy nem én csináltam, vagy az, hogy igen, én csináltam, lemondok. Egyiket se tették. Na most az, hogy napokkal később egyébként valószínűleg a miniszterelnök szavára lemondtak,
Hát ez egészen más. Igen. Hát akkor ez egy egészen más helyzet. Tehát ne legyünk most erkölcsileg utólag felháborodva, hogy hát mi van itt. Ők abban a pillanatban, amikor a dolog kitudódott, semmilyen erkölcsi felháborodást nem mutattak, nem hívták be az áldozatokat. Én ezt egy másik tévében elmondtam, amikor még a lemondás előtt voltunk. Hát Novák Katalinnak az első dolga kellett volna, hogy legyen, hogy amikor kiderül, akkor a Sándor palotába behívja az áldozatokat, és bocsánatot kér tőlük. Azt mondja, hogy sajnálom, tévedtem. Nem tette. És ráadásul azt hiszem, ez is csak vélekedés, hogy megúszható lett volna a lemondás, hogyha ő az első pillanatban igen, adekvát módon cselekszik. Valószínűleg. De ez is mutatja, hogy nincsen, lényegében egyikük se volt. Abban. Igen, csak a tévedtemet mond valaki, akkor meg kell mondani, hogy mitől tévedett. Igen, persze, és hát azóta is tudjuk, hát ezért mondom, hogy az rendszer egészéről szól. Hát nem vallhatja be, hogy parancsra tette. Nem vallhatja be, hogy nem volt akkor, hogy az akkori erkölcsi érzék és a mai erkölcsi érzékek között van némi különbség. Nem ment is egyáltalán Novák Katalin, de nekem mégis inkább az a meggyőződés, hogy nem parancsra tette, hanem megdumálták. Balogh Zoltán megdumálta. Lehet. Ez ugyanúgy a parancs egyébként, és egy ilyen helyzetben valamennyien tudjuk, hogy a diktatúrákban nem kell, hogy valaki személyesen adjon parancsot. Elég, ha Balogh Zoltán azt mondja, hogy tud róla. Igen. Ki tud róla, nem is kérdeznek vissza, hogy ki tud róla. Elég az, hogy elég elhitető erővel, és mivel tudjuk, hogy Balogh Zoltán valóban a lelki vezetője volt Orbán Viktornak, valóban a legközvetlenebb ideológusa volt. Akár mondhatott volna igazat is. Úgy van. Tehát nyugodtan. Hát ezért nem mennek egy egyeduralomban nem kérdeznek vissza. Nem kérdezik, hogy tényleg. Nem lehet megkérdezni Orbán Viktort se. És ennek következtében eljárhatnak úgy is, hogy tényleg lehet, hogy ő személyesen nem adott parancsot. Csak hát, na most az eredmény egyébként, az eredmény szempontjából nagyjából mindegy, mert én úgy gondolom, hogy a rendszer bukott le. Tehát az, hogy nem tudja a rendszert egy ilyen szituációban kormányozni a vezetője, ez a tetejében összefügg, és szerintem nagyon rossz hete volt a Fidesznek, illetve a rendszernek. Ezt mondta is ebben Orbán Viktor. Ebben az időben, igen, borzasztó, de a borzasztóban ugye, hogy először a bujdosnia kellett a büfében az Európa tanácsülésén, majd kiment a második menetbe, pedig kiment az ülésre, és azzal, hogy nem, soha, ő sose fogja megszavazni az ukrán segítséget, és másnap reggel viszont váratlanul, anélkül egyébként, hogy az itthoniakkal közölte volna, megszavazta. Tehát, de milyen jól tette? Én helyeslem, hogy ő jól tette, de ez ugyanolyan, mint a svéd NATO-tagság, amelyet most meg fognak szavazni. De el is jött a miniszterelnök. Ezt te érted? Igen. Azt gondolom, hogy ha egy zsaroló ehhez kést tart az ember nyakához, akkor nagyon kevés esélye volt, hogy tulajdonképpen Svédországnak nincs módja szankciókkal sújtani Magyarországot. Hát mit tehet? Hadat üzen Magyarországnak? Nem. Hát mi a csodát tehetett volna? És a tetejében ez is olyan. Le fogja nyelni a békát, de sose fogják megbocsájtani. Tehát sokkal rosszabb, hogy eljön. Mert ez az, amit ezt a megaláztatást nem fogja megbocsájtani. Ahogy ez ugyanolyan, mint hogy azt hiszi Orbán Viktor, hogy Ursula von der Leyen megbocsájtja, mert mosolyog, hogy kint van a plakátokon. Nem bocsátja meg. Ezek nem úgy működnek. És egyszer majd Svédország, amely nagyon fontos szövetségesünk lehetne, most egy nagyon komoly ellenfelünk. És ez nem jó. Visszatérve belügyeinkre, azt akarnám még beszélni veled, hogy ez a tüntetés, amelyik a gyermekjogokért ment tulajdonképpen, és az áldozatok
megsegítésére gyűjtést hirdettek. Ez volt a kézzelfogható eredménye, hogy valami hihetetlen mennyiségű pénz összejött az áldozatoknak, tudnak lakást leasingelni, vagy bérelni, vagy nem tudom micsoda. És az a tömeg, amelyik ott részt vett, azok vajon mennyiben csak a gyermeki jogok miatt mentek, vagy milyen más céljuk is volt? Hát először is azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy jó szereplők hirdették meg, tehát akiknek van hatásuk, most kiderült, hogy van hatásuk. Hát abszolút, igen. Kettő, jót hirdettek meg, szerintem nagyon fontos, hogy amiről az előbb beszéltünk, hogy itt most az áldozatok, itt most ez az ügyet képviselték. Mert ebbe ki tud egyezni minden oldal. Úgy van. És ez az ügy, amiben jobboldali és baloldali szavazó egyaránt valóban undort, valóban dühöt. Mindenki félti a gyerekét, mindenki félti az unokáját, mindenkiben dühök vannak az ilyen ügyekben, és az, hogy a hatóságok adott esetben így járnak el, az nagyon nagy gyanakvást ébreszt. Most ezt nagyon jól, szerintem nagyon fontos is volt a gyűjtés is, jó volt az egésznek a hangulata. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos erőt mozgatott meg, ahogy az előbb is mondtam, az utcán egy fiatal tömeg van, nem a mindig tüntetők tömege, akik többnyire sajnos általában idősek. Na most... Hát és tized annyian sincsenek. Ugye, és hát jóval kevesebben vannak. Itt ennek azért volt próbája, ezt csak azért zárójelben mondom, mert a pedagógus tüntetéseken nagyon sok középiskolás jelent meg, tehát bizonyos értelemben azt is mondhatnám, hogy akik most ott voltak a téren, azok már megjárták a frontot. Tehát voltak már tüntetni, tudják, hogy ez mivel jár. De ez ettől függetlenül nagyon fontos. Azt kell mondanom, hogy tulajdonképpen négy erő van, ha tetszik, az ellenzék vagy független oldalon. Ez az egyik, ami most megjelent. Ez fontos, és ha fent tud maradni, ez az erő az nagyon lényeges. A másik, amiről éppen választás lesz, és jellemző, hogy Orbán Viktor egy mondatot nem mondott róla, az önkormányzati választások. Az önkormányzatokban viszonylag nagyon erős az ellenzék. Itt a nagyvárosokban és Budapesten tulajdonképpen ellenzéki erők vannak többségben. És egy részük kifejezetten jól kormányoz. Tehát olyanok, akik megmutatták, hogy jobban tudunk kormányozni, mint a kormány. Ez egy próba kormányzás bizonyos értelemben. Tehát nyugodtan rábízhatjuk magunkat. Ha Tóth József kerületében vagyunk, akkor az a kerület olyan kerület, ahol úgy vezetnek, ahogy ebben az országban máshogy nem. Na most. Közben Tóth József sose akart ennél többet. Nem volt. Na most ez a baj. De ez egy külön szám, ez az én csalódásom. Igen. Például, aki barátilag újra meg újra lögdöstem, hogy próbáljunk meg legalább egy fővárost elvállalni. De ettől még ez létezik, mint hogy Botka László is létezik Szegeden. Ott már majdnem volt rá példa. Ott már majdnem volt rá példa, de... De nagyon keserűen oda sukintott az ellenzék, hogy milyen az, amikor támogatnak valakit, igen, aztán mégis kinyírják. Hát valljuk be, hogy az ellenzék eddig minden jelöltet kinyírt. Tehát Bajnai Gordont is kinyírta egyel korábban. Igen. Tehát igen. Ebben a vonatkozásban az ellenzék kifejezetten jól működik, ha sajátjait kell legyilkolni, de ez a második erő, ez szerintem erősödni fog. Erre most jó is, ami történt. Tehát az önkormányzati választásokon egy erősebb, több várost fog elfoglalni valószínűleg az ellenzék. Nagyobb lesz Budapesten a fölény, tehát jobb lesz a közgyűlés összetétele. Ebben reménykedem. Igen, előválasztások indulnak, az ellenzék ráindít a saját jelöltjeire újabb ötleteket. Igen, tudom, és Győrben meg vannak őrülve, mert mindenki indított már jelöltet. Ennek ellenére azt gondolom, hogyha egy kicsit hat Budapest, és most a Budapest alatt azt értem, hogy ez a tömeg kicsit hatni tud a vidékre, tehát ahol kiderül, hogy legyél már egységes, mert ezt várja tőled a gyereked, a fiad és a lányod azzal jön haza, hogy hát akkor menjetek a megfelelő helyre, ha nem vagytok arra se képesek, hogy egy jelölt legyen. Tehát azért itt ez egy nagyon nagy társadalmi nyomás, ha tetszik alulról. Tehát mindenképpen az önkormányzat egy, én azt gondolom, hogy de maradjunk abba. Én többet gondolok, de ha a státuszkót megőrzik, akkor is egy erős ellenzéki, nagyvárosi csapat van.
Ami, hogyha felemelni az ellenzék zászlaját, ahogy eddig nem tette, akkor 2026-ban ebből lenne valami. A harmadik erő, az tulajdonképpen a magunkfajta civilek, szakértők. Tehát itt kiderült, hogy vannak szakértői civil körök, akik rendszeresen programokat készítenek, megjelennek egyébként nagy nézettséggel tévében, rádióba, újságokba. Most az előbb 2 milliós nézettségről beszéltünk a Partizánnál, a Friderikusznál a Surányi Gyuri 2 milliós nézettséget ír el. De Bíró Zoli az orosz kérdésben szintén milliós nagyságrendű, Holoda Attila, most sorolom az embereket. Ezek nem párthoz kötött emberek, elhiszik róluk, hogy tudnának kormányozni, elhiszik róluk azt, hogy amit mondanak, nem csak egyszerű tényfeltárás. Csak nem párthoz kapcsolódik egyébként. Igen, ezért mondtam, hogy ez egy erő, amelyik ugyanakkor az ellenzéket nagyon megerősíti, a választókat. Tehát a negyedik erő az, amiről eddig ugye negatívan beszéltünk, hogy itt vannak a parlamenti pártok, az ellenzéki pártok, akik egymással se képesek összefogni, és ezzel a másik 3 erővel se. Tehát nincs kapcsolatuk a tömeggel, a fiatalokkal az utcán, igazán nincs kapcsolatuk az önkormányzatokkal, mert azok is menekülnek előlük, csak ide ne jöjjön kampányolni valaki a parlamenti pártól, mert akkor biztos megbukunk, és nincsen velünk szakértőkkel se. Tehát ez a dolog, de tulajdonképpen a feladat az, hogy ennek a 4 erőnek valahol össze kéne jönni. Ez nem egy lehetetlenség. Önmagában egyébként, hogy vannak, tehát 3 már van, és újra mondom, az, hogy az utca fiatalokkal az ereje, önkormányzatok, aminek van egy logisztikai háttere, és a szakértők, akiknek van gondolatuk arról, hogy lehetne kormányozni, láttuk Lengyelországban, ez összejött. Hát ez persze Donald Tuskok kellenek, itt nálunk nincsenek ilyenek. Éppen azt akartam mondani, hogy ebben az influencer tüntetésben, ebben lehetett látni azt, hogy például Potyondi Edina, akit én nagyon nagyra tartok, milyen elkötelezett társadalmi érdeklődésű és komoly, hogy mondjam, csak politikával foglalkozó ember, egy pillanatig se kívánom neki azt, hogy belőle legyen politikusnok, dacu már a Momentumnál 5 percig volt is, de hogy nincsen előttem, hogyha ő mondjuk a hajlandóság újra éledne benne, vagy Ostvágy Zsoltban, aki kitűnően szónokolt az elején ennek az egésznek, és egyébként a kerevetén mindenféle celebbel szokott interjúkat csinálni. Hogyha ezt a 2 embert így előtted van, amint lecsap rájuk, a melyik párt megpróbálja a DK integrálni Potyondi Edinát, mint a legnagyobb szervezett erő? Én azt gondolom, hogy a pártok valószínűleg már ott keringenek körülöttük. És de ha csöpp eszük van, akkor lepöt szintik jó, őket, nem? Nem hinném, hogy ezeket a pártokat akarják választani. Nem akarják szerintem. De itt azért ez egy külön szám. Én azt gondolom, hogy, és ezt ők szerintem tudják, hogy egészen más dolog a politikáról influencerként írni, és beszélni, adott esetben beszélni, és más a politikát csinálni. Ezt, és nem csak úgy csinálni, amit most itt negatívan mondtunk ki, hanem, mert többen felvetették, én beszélgettem emberekkel, elmondták, hogy mi lenne, ha Potyondi Edinát javasolnák köztársasági elnöknek az ellenzék. Na most, ez nem egy prezidenciális rendszer, minek kéne őt oda javasolni? Jó, de most nem az, hanem hogy most ugye kell egy ellenzéki jelölt. Azt gondolom, hogy ez egy, valljuk be, inkább képtelenség. Én kipróbáltam a tanítványaim, hogy mi lenne, a Bödöcs lenne az ellenzéki jelöltje. Nevetsz rajta, de hát valójában ezt azután tettem fel ezt a kérdést, hogy megbeszéltük Zelenszkijt, aki Ukrajnában egy ugyanilyen startup komikusként kezdte a karrierjét, és a helyzet csinált belőle egy társadalmi vezetőt. A helyzet, és persze kiderült róla, hogy alkalmas. Tehát az ezek nem mindegy. Csak mondom, hogy de én ebbe nem, újra mondom, sajnos itt ugyan nem a holnap kérdése még, de előbb vagy utóbb kormányoznia kell valakinek az Orbán utáni káoszban. Na most lassacskán jobban félek.
hogy a politikai pártok nem nevelték ki azokat, akik képesek lennének mondjuk a gazdaságot, mondjuk az egészségügyet, mondjuk az oktatást, vagy másnap el tudnának menni, hogy a NATO közgyűlésén képviseljék Magyarországot. Ez az igazi nagy bűne a pártoknak. Tehát nem csak, hogy azokat a jelölteket lőtték ki, akikből lehetett volna vezető, hanem a szakpolitikusok tökéletesen hiányoznak. Nem tudok mondani olyat ezekből a pártokból, aki mondjuk jogászként megállná úgy a helyét, és akkor igenis minden sajtótermék, mondjuk Bárándi Pétert kéri fel, hogy mondjon valamit, és nem a pártoknak a jogászait, mert nincs. De az egészség, de a oktatás, de a gazdaságpolitika, de a védelempolitika. Árnyék miniszterek harmadája van. Igen, de maradjunk abba, hogy ez itt nem nagyon működik. És ez komoly gond. Ezt most megint Lengyelországot mondom, másnap már kormányozni kell. Laci, nem tudod azt elképzelni, hogy azok az emberek, akik Magyarországon a közpolitika iránt érdeklődnek, de nem úgy, hogy részt akarnak venni szereplőként benne, hanem egyszer csak érdeklődve szenvedik el, hogy azok azt gondolják, hogy ebből az ellenzékből tokkal vonóval elegük van, egy másikat kérnek? Mert nem lehet, hogy ez a irtozatosan imponáló részvétel az influencereknek a gyűlésen ezt is jelentette, nem csak azt, hogy a gyermekbűnözésbe kiegyezünk, hogy bármit a gyerekek elleni bűncselekmények, hogy azt nem. Hát nyilván, hogy ezt fejezte ki, hogy elegük van. Tehát ez legalább annyira elküldte az ellenzéket, mint Orbán Viktort, ha tetszik, a múltba. Ti a múlt emberei vagytok. Nem kérünk a múltból. Mi a jelenben és a jövőben szeretnénk élni, és nem a múltban. Igen, és ezzel döntően másmilyen ez itt megjövő. Most, igen, csak az a baj, hogy erre a politikai elitre, ha ezt szabad elitnek nevezni, erre évről évre már ilyenek voltak, hogy most már elég. Mert azért lássuk be, hogy voltak már tüntetések, és voltak már dühök. Nem véletlen egyébként az se, hogy az előbb említett két jelölt, mondjuk Bajnai Gordon vagy Botka László, nem a pártpolitikai elitnek az embereként tűnt föl, és nem véletlen, hogy megölték őket. Valójában ez az elit szívósan ragaszkodik ahhoz, hogy ő van, és nincs más. Tehát nincs meg az a politikai felelősségérzet, most mondok megint egy példát. Amikor Tony Blairről kiderült, hogy fertőzővé vált azáltal, mint politikus, hogy hazudott a választóknak, akkor elment, és a munkáspárt soha többé Tony Blairt nem csak, hogy nem jelöli sehova, hanem az, ha ő tanácsot adna, azt is már úgy vennék, hogy ezt ne. Na most Gyurcsány Ferenc még mindig itt van. Tehát nincs az a fajta önfegyelem, önvizsgálat, hogy rendben van, még az is lehet, hogy igazad van. Igen, és hogy létrehozott is egyedül egy olyan pártot, amelyik ellenzéknek nevezhető, igen, szabad de szemmel látható. Ez így van. Hát de miért vennék én el, ha én vagyok a legtehetségesebb, mondja ő. Igen, értem. Tony Blair is a legtehetségesebb volt. Azóta se tudott a munkáspárt magához térni egyébként, tényleg. Tony Blair alatt a csúcson voltak. És mi bajotok velem? Hát tévedtem egy kicsit, igen, nem volt Saddam Husseinnak atomfegyvere, de mi ezzel a baj? És megértette, hogy lehetséges, hogy a pártja elfogadja, csak éppen a brit társadalom nem. És ez nem fogtok velem nyerni soha. Ezt most Gyurcsány Ferenc is tudja, 20%-ot mindig elnyerhet, lehet, hogy lesz belőle 25, és akkor gratulálunk neki, soha nem nyerhet. És ez az, ami a probléma, hogy az ellenzéki vezetők egy része csupa ilyen emberből áll, akik valamikor, valaha nem lehet elvárni, hogy a társadalom Mesterházi Attilára szavazzon, és most nem folytatom, hogy ki mindenki. Éppen azt akartam mondani, Laci, hogy a számok azt mutatják, ez nem az én értékítéletem, hanem csak az előttem lévő statisztika, hogy a többiek ilyenek se nem, igen, tudnak eredményt produkálni. Így van, ez így van. Az az igazság, hogy bizonyos értelemben önmagát folyamatosan felaprózza ez az ellenzék.
Most ezzel le is zárhatom az egészet azzal. Egy tragédiája Magyarországnak, hogy a tehetséges emberek rossz oldalon állnak. Hogy a tehetségeink sajnos önkényeskedők, kalandorok, hazudozók. Ez a nagy baj, hogy Orbán Viktor is tehetségesebb, mint a jobb oldalon bárki. És igen, Gyurcsány Ferenc is tehetségesebb, mint a bal oldalon bárki. Azért néz ki így az az ország. Mert hogy a tehetségesek, egyrészt a minden tehetséges, aki a körülöttük volt, azt könyörtelenül megsemmisítettek, és lényegében az országot rossz irányba vitték, mindkét fél. És ezért nem tudunk kikapaszkodni. Pedig ebből kéne végre kikapaszkodni. Én azt nem várom, hogy Orbán Viktor önként lemondjon, mert az aztán végképp egy csoda lenne, bár ez volt a helyes a részéről, ha még el akar tulajdonképpen úgy menni, hogy a legrosszabb emlékek, tehát ne alakuljon ki a jobb oldalon az, ami a Gyurcsányjal szemben kialakult a bal oldalon. Mert végülis a baloldali választók hagyták őt el. Ha ezt nem akarja, akkor most kéne még elmennie. Mert most még a jobboldaliak valószínűleg nosztalgiával emlékeznének rá. Ez két év múlva nem biztos. Ezek már ilyen lezáró gondolatok, de én nekem még ezzel kapcsolatban volna egy kérdés, amit ki kéne tárgyalni, nevezetesen, hogy azt tartják azok az emberek, akik civilként, nem hozzáértőként elemezgetik a politikát, hogy a jelen helyzetben a Fidesztől várható, a Fideszen belüli ellenzéktől várható a folytatásnak a megváltoztatása. Tehát ha nem Orbán Viktor, akkor a Fideszen belül majd valahogy lemeccselik azt, hogy ki. Én ezek közé tartozom, akik ezt gondolják valóban. Én azt gondolom, hogy most a Fideszen belül, vagy a rendszeren belül, mert a párt maga azért tulajdonképpen nem létezik, van egy, nem is egy, több komoly hasadás van. Az egyik ilyen hasadás, hogy az egyik oldalon állnak az Orbán Viktor politikáját támogató, én úgy fogalmazok, hogy keletiek, ezek az orosz és Kína barátok, akik szerintem egészen őrült módon viszik az országot kelet felé. Ezek Európa ellenesek, ezek ukrán ellenesek, ezek minden ellenesek, ami a nyugati kultúrához tartozik. A másik oldalon azonban van egy nagyon erős szárny a jobb oldalon, a Fideszen belül, amelyik igenis nyugatbarát, amelyik Európa barát, amelyik NATO barát, amelyik nem szeretne keletre menni, nem Moszkvába akar utazni, úgy gondolja, hogy ki kéne egyezni Európával, úgy gondolja, hogy ki kéne egyezni Amerikával, nem szeretné Trumpot, tehát ez egy komoly hasadás. Én csodálkozom, hogy érdemben ez még nem jelent meg ennél jobban, mint amint eddig, csak zárójelben mondom, akik most megbuktak, tehát Novák Katalin és Varga Judit, tulajdonképpen egy nyugatbarát szárnyhoz tartoztak. A másik ilyen nagy hasadás, hogy a központ, és ez alatt most itt Orbán Viktor és egész felső szintű csapatát értem, beleértve egyébként Mészáros Lőrinc és Tiborcz vagyonos embereit, az szakított a helyi elitekkel, és elkezdte kirabolni. Tehát ma a Balatonparttól, a Velencei tóig, a Schwab-hegytől, a Békés Csabáig a helyi oligarchákat sorban lerabolják és kidobják az ajtót. Tehát amikor összeszámoljuk, hogy hány földje, szállodája, milyen van a központi, tehát Mészárosoknak és Tiborcoknak, akkor azt most már nem a szocialista, vagy bármilyen más vállalkozóktól veszik el. Nem, ezek most ott mind a helyi elit. És cserben hagyták az önkormányzataikat. Tehát ott hagyták, nem, nincs pénz, az ő önkormányzataikból is kivették a pénzt. Ott hagyták őket félbehagyott beruházásokkal. Ott hagyták őket kifizethetetlen számlákkal a stadionjuk mellett, az uszodájuk mellett, amelyekkel nem tudnak mit kezdeni. Ott hagyták őket környezetszennyező beruházásokkal. És ezt kéne az önkormányzati vezetőknek, a fideszes polgármestereknek megoldani. Itt egy komoly ellentét van a vidék és a Kolostor emberei között. És ezt
valószínűleg nem fogják tudni könnyen lejátszani. Harmadik, most kiderült, az oligarchia legfelsőbb szintjén is ellentét van. Hát éppen most Magyar Péterek neki rontottak a másik oldalnak. Na most ez azt jelenti, hogy a szűkülő forrásokon egyre többen marakodnak, és ez a hatalom, amely erre épül, egyre nehezebben fogja tudni ezt visszatartani. Tehát az ellenzéket ő vissza tudja tartani. De ezeket hogyan tartsd vissza? Na most itt én azt gondolom, hogy most három ellentétet mondtam el, valószínűleg több is volt. De ez elég ahhoz, hogy mindenképpen belül meg kellene jelenni egy józan, jobboldali szárnynak, amelyik azt mondja, csak rajtunk múlik, hogy kiutazzunk Brüsszelbe, és azt mondjuk, bocsánat, mi másként gondoljuk. Mi nem szeretnénk folytatni azt a pályát, amelyet Orbán Viktor folytat. Ez bátorság kérdése, kétségtelen, de most nem mondhatják azt, hogy a szovjet hadsereg tartja őket vissza, vagy a német náci hadsereg tartja őket vissza. Saját maguk tartják őket vissza. Tehát csak nekik kéne döntést hozniuk, hogy fölállok a kormányülésen, és azt mondom, na eddig és ne tovább. Hát miért kell nekem ezt csinálni? Hát miért kell nekem Moszkvából venni a gázt? Drágán. Drágán. És miért kell nekem, most nem folytatom, hogy milyen őrültségekbe vitték be. Hát nem igaz, hogy nem tudják, hogy őrültség Svédországgal háborúzni. Hát ezek nem bolondok. Hát nem igaz, hogy nem sejtik, hogy ez az ügy például, amit itt most kipattant, hogy ez egy ilyen ügyben Orbán Viktor súlyosan hibázott. Tehát én azt gondolom, hogy van a Fideszen belül egy szárny, amelyik úgy gondolja, hogy Orbán Viktor nélkül jobban menne a jobb oldalnak. Hogy ez mikor kerül elő, azt nem tudom. Hát nagyon szépen kibeszéltük a rendelkezésünkre álló időt. Köszönöm szépen Lengyel Lászlónak, hogy itt volt és a közelmúlt történéseit elemezte. Heti Égből fél jövő héten is lesz, nézzenek minket akkor is. Viszontlátásra! Annyira örülök, hogy megnéztétek a videót, vagy hogy megnézték a videót, hogy azt kérem, hogy ha már, akkor ha nem túlzás, akkor iratkozzanak is fel, vagy iratkozzatok is fel, aszerint, hogy ismertek, kedveltek, vagy kíváncsiak vagytok-e rá, hogy mit következik a jövő héten.